Hatodik éve él és dolgozik Ajkán Kovács Viktor evangélikus lelkész, ahogyan ő tartja, evlelkész. Ez alatt sokan megismerték, ami nem volt nehéz, hiszen jól működő praxist örökölt a nyugdíjba vonuló elődjétől, Vajda Istvántól. Szónokon született és kezdett iskolába járni, de főiskolai tanulmányai után előbb Somlószőlősre került, majd 2016. augusztus 1-én Ajkára. Az egyházakról és a világ dolgairól alkotott véleménye szabadon gondolkodó egyházfit karakterez. Világosan látja a szekularizáció fogalmát és helyzetét Magyarországon, beleértve azok történelmi összefüggéseit. Örömmel és változatos eszközökkel, beleértve az internetet és a kevésbé sikeresnek bizonyult dobesteket is, építi egyház közösségét. Legutóbbi örömhír, hogy nyájának egyik báránya idén ősztől teológiai főiskolára kerül. Reméli, hogy ha 6 év múlva visszajön egykori tanítványa, kollégájaként tekinthet majd rá. Egy evangélikus lelkésszel ülök most egy asztalnál, és ez ritka alkalom, mert részben kevesen vannak, részben pedig a mi műsor szerkezetünkben is kevesebb teret képvisel a vallás, pedig ugye az emberek nagy része vallásos. Mégis mekkora hányda? Gondolja úgy Magyarországon, van erről valamilyen képe vagy véleménye, hogy van Isten, és ez illően kell élnünk? Hát ez nagyon sok kérdés egyszerre. Azt hittem csak kettő. Nem, sok kérdés. Én kezdem egy kicsit távolabbról. Én úgy gondolom, hogy az ember alapvetően olyan, hogy eredendően vallásos. Vagy inkább úgy mondanám, hogy eredendően hívő. Tehát, hogy alapvetően belénk van kódolva emberekben arra, az a dolog, hogy hinni szeretnénk valamiben, vagy valakiben, ami vagy aki nagyobb, mint mi vagyunk. Amely rendszerbe tudja foglalni azt az egészet, amit világnak nevezünk, meg amit életnek nevezünk. Hát ez genetikus, emberi tulajdonság? A genetikusnak nem mondanám, inkább olyan lelki tulajdonságnak mondanám, ami alapvetően az emberi, amely hitem szerint azért van így, mert hogy az Isten ezt belénk plantálta, ezt a dolgot. De hogyha szűkíteni akarjuk magát a fogalmat, és mondjuk klasszikus értelemben akarunk beszélni vallásosról és hívőről, akkor nyilván azt a kérdést kell föltennünk, hogy vajon ma Magyarországon, ha csak itt a szűke pátriánkról beszélünk, ma Magyarországon az egyházak mennyire tudják becsatornázni ezt az alapvető emberi szükségletet, amely, megint mondom, hitem szerint az Istentől származóan mindannyiunkban benne van. Ebben a tekintetben azt mondanám, hogy nyilván a létszám már lényegesen kevesebb, tehát azt mondanám, hogy ugye bár így a friss népszámlálás előtt százalékokat majd mondani, elég nagy bátorságra vallana, de mondjuk azt, hogy nagyjából a fele a magyar társadalomnak az, aki valamilyen formában hívőnek vagy vallásosnak mondja magát, az egészen konkrét felekezeti elköteleződéstől, amit mondhatjuk az egyik végének, az odáig menőig, hogy magam módján vallásos vagyok és hiszek valamiben, valamikor, valahogyan, valami. Ez az egész spektrum, ez nagyjából a magyar társadalom felét lefedi körülbelül. Most nem tudunk tovább lépni anélkül, hogy ne tisztáznánk a szekularizáció kérdését, mert ha jól tudom, a leendő felmérés vagy népszámlálási jegyzőkönyvben is az szerepel majd, hogy vallása, és akkor a nem hívőknek is az kell odajönni, hogy vallása nem hívő. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy irányított kérdés, ez eleve vallás, akkor már választani kell valamiből. Tehát nem az, hogy vallásos vagy nem. Uh-huh. Azt hiszem, ilyen kérdés nem lesz. Tehát ez nagyon régre nyúlik vissza, ugye, és voltak különböző hullámai és hullámvölgyei a magyar történelemben, hogy hogyan sikerül szétválasztani az államot és az egyházakat, mert ugye több is van. Még Szent István király is tett ebbe az irányba, vagy már lépéseket. Hol tart most Magyarországon ez a folyamat, vagy mik a tendenciák? Ugye van állami vagy egyházi oktatás, állami oktatás, egyházi iskola, óvoda, állami óvoda, sőt, mint egyre több lenne az egyházi iskola és óvoda, tehát, de más területre is kiterjed ez a kérdés, hol tart ma Magyarországon ez a folyamat, ön szerint megnyugtató irányba haladnak a dolgok?
Amit most mondok, az én szerintem van így, tehát hogy ez nem a, nem mondjuk azt, hogy nem a Magyarország Evangélikus Egyház hivatalos álláspontja, amit én itt mondok. De nem lesz semmi baj, ha elmondja a véleményét. Persze, nem, semmi gond nincsen, csak ezt ne úgy vegyük, hogy fel, ez egy... Igen, így fel, világos, hogy ezt elmondjam, világos, hogy ez az én véleményem, mert hogy nálunk az Evangélikus Egyházban azért nincsen annyira szigorú, szigorúan meghatározva az, hogy bizonyos kérdésekben mit kell gondolni, vagy mit kell mondani. Tehát viszonylag nagy az a spektrum, széles az a spektrum, amiben mi gondolkodhatunk. Ha nem hangzik káromkodásnak, akkor ez egy liberális egyház. A többihez képest. Ha a szabadságot értjük a liberális Igen. kifejezés alatt, tehát az, hogy szabadabban gondolkodhat, akkor mondhatjuk így is. Így van. Tulajdonképpen szét kell választanunk azt a kérdést, hogy az államnak és az egyháznak, vagy ahogy mondta, egyházaknak a kapcsolatát, illetve azt a kérdést, ami felsorolásszerűen elhangzott, miszerint oktatás, egészségügy, szociális ellátás, stb. Ugyanis ez a kettő ez különböző. Tehát amikor szekularizációról beszélünk, akkor alapvetően a hatalom gyakorlásáról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyház mennyire van benne a hatalomnak a gyakorlásában, tehát praktikusan mennyire van benne, mekkora ráhatása van mondjuk az államhatalomra, mennyire folyik bele az állami apparátusba és az állam irányításába. Ez az egyik oldal. A szekularizáció alapvetően erről szól. A másik oldal pedig az, hogy mik azok a társadalmi és szociális feladatok, amelyeket akár az egyház is elvégezhet, mert hogy tulajdonképpen régebb óta végzi, mint az állam. Tehát akár ha az iskolát nézzük, akár ha a szociális intézményeket, a betegápolást, ezeket nézzük, akkor ez az egyház sokkal régebb óta végzi, mint ahogyan ezt államhatalmak végzik. Tehát tulajdonképpen az egy csomag az, hogy hogyan gyakoroljuk a hatalmat, és az egyháznak, mint egyháznak intézményesen milyen beleszólása van a hatalomnak a gyakorlásába, és egy másik csomag az, hogy az egyház mi az, amit a mai szóhasználat szerint átvállal az államtól olyan feladatokat az oktatási vagy szociális egészségügyi szférában, amiket aztán ő lát el, úgymond az állam helyett, mondjuk így. Tehát ezt a kettőt külön kell kezelni. Tehát hogyha a szekularizációról beszélünk, akkor ott a hatalomgyakorlásról van. Érdemes azt megjegyezni itt ezen a ponton, hogy az evangélikus egyház, mondjuk így, hogy legnagyobb alakjának, Luther Mártonnak az egyik fő gondolata az volt, hogy az államot és az egyházat abszolút és teljes mértékben szét kell választani. Tehát az egyik legfőbb tanítása, amely specifikusan evangélikus tanítás az az, hogy két birodalom létezik a világon, az állam, a világi hatalomnak, ahogyan ő fogalmazott, a birodalma, és az egyháza, mint lelki hatalomnak a birodalma. És ezt a két birodalmat szét kell választani. Ez a két birodalom tud együttműködni, lásd, szociális oktatás, stb. Stb. De hogy egyik sem szólhat bele a másiknak, mivel az egyháznak nem tiszta az, hogy társadalmi rendszereket vagy társadalmi rendeket tartson fönt, mert nem ez a dolga. Ugyanúgy az államnak sem dolga az, hogy az embereknek a lelki dolgaiba beleszóljon. Most nem akarok nagyon veszélyes vizekre vezetni, illetve dehogy nem akarok. Ugye létezik Magyarországon egy olyan szervezet, hasonló nevű, de nem az evangélikus egyház része, ezt tudom, az evangélikus egyházi testvérközösség. Nem, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Bocsánat, Magyarországi, eltérzhetően. Igen. Tehát Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Így van. Van valami köze az evangélikus egyháznak ez a... Nem, itt fogalmat érdemes tisztázni, tehát igen, Magyarországon tudom, evangélikusnak nevezzük az evangélikusokat, de ez a világ legtöbb pontján luteránusoknak nevezik őket, még magyar nyelvtönt is, tehát ha Erdélybe átmegyünk, akkor úgy nevezzük, hogy romániai evangélikus, luteránus, igen, a fordítás az evangélikus. Így van. Na most, de van egy másik fogalom, ami szintén használatos, ez egyik az evangéliumi vagy evangelikál kifejezés, ami ugyanabból a tőből fakad, csak egészen más jelent. Tehát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, aminek a rövidítés az, hogy MET. Igen. Az Iványi Gábor féle, így van, ők egy metodista egyház, tehát innen is ezért is a rövidítést így hozták össze, hogy az legyen, hogy MET, akik még a 70-es években váltak ki a magyarországi metodista egyházból, és alakítottak egy új egyházat, de ők tulajdonképpen metodisták, és nem evangélikusok. Olvastam Moldova Györgynek, nemrég hunyt el, Isten nyugasztalja, az Úr jó vitéze című könyvét, ezt Iványi Gábor ékról írta. Ön olvasta ezeket a 255-es munkát? Nem, ezt nem olvastam. A 40 prédikátor például olvastam. Moldova, igen.
de hasonló, tehát református papokról van szó, vagy protestánsokról abban is. Most én ebből azt vettem ki, meg a mai híreket olvasva, hogy visszacsatol kicsit a szekularizációra, hogy az államhatalom nem mindig nézi jó szeme valamilyen rejtélyes oknál fogva, ha valaki ezerre beláll a szociális ellátásba, oktatásba, és jótékony alapon végzi mindezt, fölvállal az ezerről költséget, illetve a költség biztosításának összeszedését, vagy alapítványoktól, vagy bármilyen más támogatóktól. Tehát önnek erről a szituációról van véleménye, hogy Iványi Gáborék valóban olyan becsületesek, mint amilyenek látszanak? Én ebben nem látok bele, de ha belelátnék se, mondanék róla dolgokat, hiszen ez az ő ügyük, nem az én tisztem innen megmondani, hogy ők milyenek, vagy hogyan kellene a dolgaikat vinni, ez az ő szabadságuk, az ő lehetőségeik, és az ő dolgaik ezek, amiket úgy visznek, ahogyan gondolják, tehát ebben én nem feltétlenül szeretnék beleszólni. Jó, ne menjünk tovább ezen, mert azt hiszem politikai szálak kezdenek fölselni, inkább maradjunk helyben. Uh-huh. Ajkán, mikor került Ajkára? 2016. augusztus 1-ével. Hát akkor mondjuk 7 éve, ugye? Igen, 7. éve, igen. Hetedik éve. Betöltött 6. És mit így talált itt? Valaki után következett? Igen, igen. Vajda István kolléga nyugdíjba ment, és úgy érkeztem én ide, nem is messziről, különben nem Somlószőlősről. És milyen közösséget épített az elődje? Egy nagyon jó közösséget találtam. Talán amikor erre visszagondolok, és nyilván most a 6. évforduló kapcsán így gondolkodtam erről még augusztusban. 6-os számrendszerben ez kerek szám. Igen, igen, így van. Így van. És hogy arra jutottam, hogy talán a legjobb fogalom, amivel leírhatnám azt a közösséget, amit találtam, és amilyen mind a mai napig a közösség, és ez azért merek ilyen bátran beszélni, mert nem magamat fényezem, hanem az elődömet, hogy egy nagyon szerető közösségre találtam, egy nagyon szerető és elfogadó közösségre. Nyilván ennek két része van, az egyik az alapvetően a város olyan, hogy mindenki jött valahonnan. Igen, és, olvasztó tége. Így van, olvasztó tége, és ez nekem nem ismeretlen, mert hogy én szolnoki származású vagyok, az dettó ugyanez, csak kicsit nagyobb kiadásban, de ugyanez a mindenki valahonnan jött. Hiász vagyok. és hogy ebből kifolyólag nem volt soha egy pillanatig sem gyűjtment érzésem. A másik oldala pedig az, hogy talán a kollégámnak, azóta nyugdíjba ment kollégámnak megadatott az, hogy azt a fajta krisztusi szemléletet, ami az elfogadást és a befogadást teszi első helyre, az meg tudott valósulni ebben a közösségben, és ezt éreztem én, és érzem ezt mind a mai napig. Most gondolom első szám feladata volt a közösség megismerése, esetleg a előnyeinek a kidomborítása és a közösség méreteinek a bővítése is. Tehát természetesen. Ezt természetesen. Milyen módszerekkel próbáltam? Most gondolok itt például a dobestekre, meg az egyéb extravagánsnak tűnő megoldásokra, de gondolom több is volt. Igen, hát sok mindent próbálunk a közösségépítés érdekében tenni, hiszen nyilvánvalóan egyrészt az, amit mi teszünk, az nem létszámfüggő, tehát nem mérce az, hogy most mennyi embert sikerül megtéríteni. Tehát ez nem, tehát ilyen szempontból a számok nem játszanak szerepet a munkákban, akkor is csináljuk, hogyha látszólag nincsen eredménye, és nyilván ez sok-sok az emberi lélekkel foglalkozó, vagy elmével foglalkozó munkában ez így van, hogy nem mindig látszik egyik pillanatról a másikra az, hogyha az ember munkát végez, vagy akár meg sem látja annak az eredményét. Van is egy ilyen bibliai szakasz, amiben Pál apostol arról beszél, hogy az egyik ültette, a másik öntözte, de a növekedést Isten adja. És ez az én mottóm is a közösségépítésben, hogy minden követ megpróbálok megmozgatni azért, hogy ez megtörténjen, és hogy a közösség növekedjen lélekben és létszámban is, de ennek nem feltétlenül látja az ember mindig azonnal az eredményét. Használják különböző módszereket, hanem túl profán kifejezés, a különböző egyáltalán. Korosztályi igen. Kor nem világnézet vagy felfogásbeli megközelítések egyengetésére. Így van. Van, igen. És bár alapvetően hozzáteszem, nyilván vannak, úgy szoktuk mondani, hogy réteg alkalmaink, tehát ami különböző rétegeket, akár korosztályosan, akár érdeklődési körben megszólítanak, lett légyen szó gyerekekről, idősekről, fiatalokról, családokról, stb. Nekem alapvetően van egy olyan elvem, hogy megpróbálom az embereket egységként kezelni. Tehát én úgy érzem, hogy bár használunk
és nem csúnya szó ez, hogy módszereket, természetesen használunk módszereket, hogy mondjuk a fiatalokat akár egy kirándulással, vagy akár egy dobkörrel, ami volt még egy pár évvel ezelőtt, nem is egyelme többe, meg más módszerekkel, társasjátékos délutánokkal, vagy éppen táborokkal megszólítsunk, idősebbeket, felnőtteket, mondjuk értelmiségeket, előadásokkal, stb. De alapvetően én arra próbálok koncentrálni, hogy mi az az egyetemes és mindenki számára érthető és befogadható tartalom, ami igazán meg tudja szólítani az embert kortól és nemtől és politikai hovatartozásról és társadalmi rétektől, hova tovább osztálytól függetlenül, mert én hiszem azt, hogy az Istennek olyan üzenete van, ami mindenkinek szól. Soha sem tévedett még ebben a munkában? Dehogy is nem. Tévedt olyan területekre, amit utólag lát, hogy nem kellett volna. Mert ez inkább megosztottságot. Ha a megosztottság szempontjából nézzük, akkor... igen, ez most így hirtelen ért ez a kérdés. Biztos, hogy csináltam olyan dolgokat, amik nem vezettek sehova. Tehát inkább ezt mondanám, hogy olyan dolgokkal próbálkoztam, amik aztán befulladtak. Ilyen vagy olyan vagy amolyan okok miatt, tehát nem hoztak úgymond semmilyen eredményt, még csak azt a minimálisat sem, amiből az ember azért tudhatja, hogy jó irányba tart legalább. De olyan, ami nagy megosztottságot okozott volna, azt nem. Én különösképpen is odafigyelek arra, hogy az egységet, a békét és egymás megértését munkáljam. És hogyha úgy látom, hogy valami inkább megosztó, tehát hogyha mondjuk már 51%-ban már inkább megosztani, akkor azt mondom, hogy inkább visszalépek. Csinálják ezt elegem. Az én feladatom nem ez. Egy picit visszaugranék az időben, tehát most látva az ön céljait és elhivatottságát, illetve egy pici szeletét, amit most felvillantott előttünk. Mióta készül egyházi pályára? Mert úgy olvastam az önéletrajzába, hogy szinte gyerekkora óta. Nem egészen. 16 éves korom óta tudom azt, hogy én lelkész szeretnék lenni, bár akkor még evangélikus sem voltam. Én 17 évesen lettem evangélikus, amikor ott még anno otthon Szolnokon rátaláltam az evangélikus gyülekezetre, egy akkor végzett fiatal, azóta már mondhatom kollégámra, ahol nagyon megszólítva éreztem magamat, és bár nagyon sok minden furcsa és idegen volt, hiszen én előtte nem nagyon jártam templomba, hanem volt muszáj. Rossz gyerek volt? Nem, de nagyon sok mindent csináltam, mondjuk így. jó szándékú gyerek voltam, aki adott esetben sok rossz dolgot is csinált. Ja, igen. És utána viszont már tudatosan készült. Így van, tudatosan készültem, és 20 évesen kezdtem el az egyetemet, és utána papírforma szerint 6 év alatt nálunk ugye 6 éves egyetemi képzésben, osztatlan egyetemi képzésben tanulnak a lelkészek, 5 év padban is 1 év gyakorlat, és utána kerültem én a pályára. A világon számos, vagy inkább úgy mondom, hogy számtalan vallási irányzat létezik, sőt számtalan egyház is. Elgondolkodott-e azon, hogy kit mi visz arra, hogy mondjuk protestáns lesz, római katolikus lesz, buddhista lesz, sintoista lesz, hadd ne soroljam. Tehát, hogy ebben a választásban mennyire van benne az ember, illetve mennyire van benne az Isten? Először visszacsatolnék arra, amit még az elején mondtam, arra, hogy az emberben eredendően benne van ez a vágy. És ugye nem csak vallásokra kell itt gondolni, mert akár egy sportcsapat, akár egy autó, vagy akár a munka is válhat az embernek istenné, vallássá, amit mindenek elé helyez. Tehát, hogy ez az alapvető igény benne van. Az, hogy ki milyen vallásba, vagy a kereszténységen belül ki milyen felekezetbe csatlakozik be, az nagyon-nagyon összetett dolog. Nyilván függ attól, hogy hova születik, tehát ennek van egy nagy földrajzi ágense, az, hogy mi a társadalmi helyzete, hol növekszik föl, milyen emberek vannak rá hatása, milyen közegben van bele, kivel találkozik éppen, tehát nagyon-nagyon sok minden függ. Tehát igazából én azt, hogy most ki miért, hova csatlakozik, azt innen nem fogom tudni megmondani. Azt meg tudom mondani, hogy én miért hoztam ezt a döntést, amit meghoztam, mert erről tudok beszélni. Mert hogy én kerestem valamit
valakit, kerestem az Istent, ez talán már megfogalmazódott bennem, hogy én az Istent keresem, de aztán végül, ahogyan az előbb is említettem, az evangélikus gyülekezetben és az ottani templomban találtam otthonra, de inkább ez nem az volt, hogy én találtam rá az Istenre, én úgy érzem, hogy ő talált rám, és ő vezetett el engem ebbe az egyházba, és ezért vagyok itt mind a mai napig, tehát az én döntésemben, az én választásomban, abban túlnyomó többségében, mivel a neveltetést nem ilyet kaptam, ilyen közegben nem mozogtam. Tehát családban nekem... nem volt protestáns nem, de hát úgy szoktam mondani, hogy gyárilag evangélikus a családban, az csak egy volt édesapám, amiről én nem is tudtam. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire nem, igen, nem kényszer, követés... nem kényszer hatására történt jött. Ez meg. Voltak egyházakkal, vallással kapcsolatos élményeim gyerekkoromból, ez tény és való, de az, hogy én az evangélikus egyházban kötöttem ki végül, az egyszerűen nem kimatekolható abból az életútból, ami nekem volt. Feladata-e mondjuk egyházi pályára terelni híveket? Tehát, hogy kvázi biztosítani az utánpótlásban, ez hülyén hangzik, de ezen a lényege. Természetesen. Én hiszek abban, hogy az az egyház, amiben én szolgálok, az egyház az jó dolgokat mond, és azt úgy mondja, hogyan azt mondani kell, és ezért természetesen ezt szeretném, ha minél több ember meghallaná, ez a feladatom. És ehhez a feladathoz az is hozzátartozik, hogy ha látok fiatalokban, vagy akár idősebbekben olyan lelkületet, vagy akár meglátom akár a tehetségnek, vagy az elhivatottságnak azt a szikráját, aminek mentén én úgy gondolom a magam szerény eszközeivel, meg képességeivel, hogy ő alkalmas lenne erre a pályára, akkor megpróbálom ezen a pályán elindítani. Ugyan még csak 6 éve van itt, de találkozottam már olyan ember, akiből kisebb-nagyobb valószínűséggel lehet, hogy akár lelkész lesz, vagy valami hasonló. Igen, és nagy boldogság, az a gyülekezetünkben, hogy pont idén, szeptembertől az egyik ifjú hölgy a gyülekezetünkből, ő most kezdi el a tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Tehát ez már egészen konkrétan. Ő idén kezdi el, tehát idén első éves az egyetemen, és hogyha minden igaz, akkor 6 év múlva a kollégámként köszönhetem, és nagy vágyam az, hogy ez valóban így legyen. Még annyit ugorjunk a jelenbe, Igen. Sőt egy picit a jövőbe. Én úgy olvastam a önök egyik tájékoztatójában, hogy vasárnap például, ez még az interjú előtt van, de mire leadjuk, utána lesz. Igen. Kerékpárral várja a híveket az Európai Mobilitási Hét alkalmából. Ez mennyire saját ötlet, vagy pedig annak a sorába illeszkedik be, hogy fogjuk meg a fiatalok figyelmét, vagy ragadjuk meg? Én úgy gondolom, hogy kerékpárra jönni nem feltétlenül csak fiatalos dolog, hanem nyugodtan az idősebbek is jöhetnek kerékpárral. Igen, tehát mi becsatlakozunk ebbe. Maga a kezdeményezés, tehát az, hogy legyen ilyen, ez nem az én ötletem volt, de nagy szeretettel fogadtam ezt, és nagy lelkesedéssel, hiszen magam mi is kerékpáros lehet, vagy. Mi, sőt, így van. Sőt, magam is például erre az interjúra is kerékpárral érkeztem, és általában kerékpárral közlekedem a városba, amikor csak ezt az időm, meg a lehetőségem, meg akár az időjárás engedi. Úgyhogy én ezt nagyon támogatom, és alapvetően az evangélikus egyház is úgy általában, de a mi közösségünk is különlegesen elkötelezett a zöld gondolkodás és az ökológiai felelősségvállalásnak a tekintetében. Rengeteg ilyen programunk is volt már, ökoháztartás tanfolyamot tartottunk, teremtésünnepi Isten tiszteletet, ahol azért imádkoztunk, hogy az Isten tartsa meg a bolygót, akkor is, hogyha mi ez ellen mindent megteszünk, hogy ez ne történjen meg, és buzdítjuk a híveinket arra, hogy ez így legyen, és a jövőben is szervezünk erre programokat. Pont aktualitása van a dolognak, hiszen mindig szeptember vége, október eleje, tehát ott a hónap fordulóján van mindig az úgynevezett Teremtés Hete, ami egy ökumenikus, tehát a keresztény egyházakat összefogó rendezvény sorozat, amiben szintén becsatlakozunk mi is, és most is október 1-ére tervezünk egy nagy családi napot, és mindenki számára nyitott családi napot és előadást is,
amiben például a Jane Goodall intézetnek a vezetőjét hívtuk meg, aki arról fog beszélni a gyerekeknek is, meg aztán később felnőtteknek is, hogy mennyire fontos például a mobil és okos eszközöknek az újrahasznosítása, és hogy ez hogyan működik, és ezzel hogy tudjuk megvédeni az állatoknak a természetes élőhelyét. És ugye mivel a gorillák élőhelyén így általában van, termék, az ott szükséges nyomelemeket, ezért megmentjük az ő életterüket is. Így van. Tehát minden összefügg, mint a Isten nagy világában. Így van. Tervezze olyasmit, ami mondjuk inkább ilyen romantikus megközelítés a vallásnak, ez már egy pótkérdés, tehát mind milyen a dobolós esték voltak, hogy azért nem annyira egyházi, de valami közösségszervező, valami odatartozás érzést keltő rendezvény lehet. Mindig újra és újra megfogalmazódnak bennem ötletek, és mindig próbálok új dolgokat bedobni, mint például ez a dobolás volt még. Most így konkrétan nem tudok mondani semmit, de belőlem azért így jönnek elő dolgok. De nyitott mások ötletek. Természetesen, tehát én abszolút nyitott vagyok, és hogyha megkeresnek, akkor én nagyon szívesen becsatlakozom különböző programokba, vagy akár ötletekbe is, és mindenütt igyekszem ott lenni, ahol lehet. Nyilván nem nekem kell mindig feltalálnom a spanyol viaszt, és én is egy közösségnek a tagja vagyok, tehát hogyha közösségből érkeznek olyan ötletek vagy gondolatok, hogy ezt vagy azt vagy amazt jó lenne csinálni, akkor azt is abba is megpróbálok beleállni, és a képességeim, lehetőségeim szerint támogatni ezt. Akkor egy egyház liturgiai kérdéssel zárjuk, hogy van az a köszöntés, úgy egy erős vár a mi Istenünk. Így van. Ezt mikor illik mondani? Mert ugye jön szembe egy katolikus pap, mondom, hogy Laudetur. Igen. Jézus Krisztus in eternum. Amen. Hogy erre van valami válasz egyébként? Ugyanez. Tehát ugyanez. Igen. Így van. Tehát, hogy ez az egyik egy Zsoltár idézet, Luther Mártonnak jelszava volt ez, és aztán alakult ez ki, hogy ez az erős vár a mi Istenünk lett a köszönés az evangélikusoknak, tehát akár elköszönésnél, akár találkozáskor is ezt nyugodtan lehet használni. Hát akkor használják minél többen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.